Száznál is több orvos követhette élőben egyszerre azt a bemutató műtétet, amelyet a szombathelyi televízió által kiépített videórendszer segítségével közvetítettek egy továbbképzés keretében a kórházban. Egy daganatos beteg méhét távolították így el újszerű módszerrel. A laparoszkópia most már 20 évvel rengeteg műtéti lehetőséget adott az orvosok kezében. Nagyon sok hasi műtétet tudunk ezzel pótolni. Minimál invazív beavatkozásról van szó, ami azt jelenti, hogy néhány pici lyukon keresztül végezzük el azokat a műtéteket, amiket korábban nagyon nagy vágásokból, és ez egyre fontosabb és egyre nehezebb műtéteket tudunk elvégezni, és most már az onkológiai műtéteknél tartunk. A műtét alatt interaktív kapcsolat élt az operáló orvos és a konferencia közönsége között, akár kérdezni is lehetett közben. A továbbképzés lényege az, hogy a kollégák lássák, milyen új lehetőségeik vannak a műtéti eljárásokban. Több szakterület is érintett a témában. Ez a szülészet, nőgyászatban, urológiában, illetve gyerek, csecsemős gyerekgyógyászatban szakorvosoknak szól, és itt tudják megszerezni ezt az 50 pontot, ami kell a további munkájukhoz. Az ilyen tanfolyamokat általában egyetemeken szervezik, de Horváth Boldizsár tudományos és oktatási igazgató kezdeményezésére most Szombathely volt a képzés helyszíne. Szakmánk az küzd a szakember hiánnyal, és egy-egy nagy rendezvényre, továbbképzésre vagy konferenciára való elmenetel, az a, főleg a kisebb kórházok részéről komoly munkaerő áldozatot jelent. A kisebb kórházak működését fenntartani úgy, hogy az osztály legtöbb dolgozója elutazik egy kongresszusra, nagyon nehéz. A szervező Pécsi Egyetem most tehát helybe hozta a továbbképzést, amelyre nem csak Nyugat-Dunántúli, de távolabb dolgozó szakorvosok is érkeztek.